Tisztelettel köszöntöm stúdiumban dr. Hódi István, címzetes főorvost, akit abból az alkalomból hívtunk meg, hogy Balatonszászló nagyközség önkormányzata a legrangosabb kitüntetést adományozta, Balatonszászló díszpolgári címet. Engedje meg, kedves főorvos úr, hogy nagy szeretettel és tisztelettel gratuláljak ehhez a rangos elismeréshez. Köszönöm szépen önnek is a gratulációt, és az önkormányzat minden tagjának, aki támogatta ezt a kezdeményezést, és köszönöm azt követően azt a sok gratulációt és elismerést, amit az emberektől kapok. Nagy megtiszteltetés számomra, és a munkám elismerése köszönhet még egyszer. Milyen érzés, ez lenne a következő kérdésem, hogy milyen érzés Balatonszászló díszpolgárának lenni, annak a településnek a díszpolgárának, ahol 35 éve dolgozik a lakosság egészségéért? Hát kifejezetten felemelő érzés. Az igazság szűk szavakat, azon majd nyitulak mondani, és jó érzés. Több mint 3 évtizede, 1988 óta látja el a szárszói betegeket, az elődök is nagy megbecsült orvosai voltak a településnek, talán emlékezünk is meg róluk, dr. Kis Gyula, előtte pedig dr. Csapláros Imre. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy vezetett az útja Balatonszászlóra az egyetemi padoktól, és könnyű vagy nehéz volt-e elfogadtatni a magát itt Szárszón? Sok kérdést tett, Kánsia. Hát először is azt tudnám arról mondani, hogy hogy kerültem ide, hogy talán a sors is így akarta. Én makói vagyok, és apámékkal gyakran nyaraltunk Balaton Szemesen. Uh-huh. És Szemes ugye közel van Szárszóhoz, rossz időben átsétáltunk, és itt sokszor megfordultam. Aztán itt volt a Csokrád megyei úttörőtábor, ahol gyerekként, úttörőként vagy négyszer nyaraltam itt Balatonszászlón, és tippeltük a koffereket le a vasúttól a táborig. Nagyon jól éreztük magunkat. Aztán a középiskolás karomban is egy alkalommal barátaimmal lejöttünk kerékpárral, akkorról meg visszamentünk, úgyhogy ez is egy izgalmas terület volt. A szép teljesítmény. Igen, lehet. Igen. Tehát ezek így mind valahogy ebbe az irányba irányítottak engem. Aztán az egyetemünknál találomra a feleségemmel, még az első feleségemmel találomra az országban megpályáztunk néhány állást, többek között Siófokot is, és itt ide gyakornokként még 5 évben ide kerültünk, és itt voltam gyakornok. Utána az első munkájám az Marszaliban volt, ahol katona is voltam egy évig, és utána ide hívtak vissza Siófokra. Visszakerültem a belgyógyászatra, és a belgyógyászat után, mivel itt voltam, itt megüresedett a Gyula bácsinak a helye, és akkor hát innen hívtak is, meg én is, mert kiszefelre szerettem megjönni a kórházból, és a kiszíves örömest beadtam a pályázatomat ide a szászói tanács, akkori tanácshoz, Berec Gyula polgármester úr és csapata, itt akkor engem választott, és hát azóta itt dolgozom. Így voltak a történések. De előtte még, ugye 1980-ban fejezte be Szegeden az Orvostudományi Egyetemet, és utána pedig több szakorvosi vizsgát kellett tennie. Az első munkahelyem ugye az nőgyógyászata volt, de ott egy hónap után lettem katona, és utána rögtön a Siófokra kerültem vissza, ahol belgyógyászatra hívtak, Csonka Sándor főorvos osztályára. Itt elvégeztem a belgyógyászati gyakorlatot, és aztán le is sikeresen le is szakvizsgáztam belőle. Második szakvizsgám a háziorvostan, harmadik az üzemorvostan szakvizsga lett, és ezeket hasznosítva dolgoztam ezt a 35 évet végül ezt követően. Könnyű vagy nehéz volt elfogadtatni magát kezdetekkor itt a szárszóiakkal, a szárszói betegekkel? Hogy emlékszik erre vissza? Szárszói sokan ismertek már a kórházból. És volt egy nagyon jó, érdekes, hát számomra érdekes dolog, hogy építkeztünk Siófokon, és ott volt egy szászói ember, akivel segédmunkásként dolgozott, és én, mint ugye kalákába építettük a házunkat, én is ott segítettem nekik, és toltam én is a betont, és akkor mondta ez az ember, hogy Pisti, gyere ide, szászói, mert megüresedik a doktor úrnak a helye, amit én mondtam, hogy hát éppen megpályáztam, és akkor biztosított arról, hogy hát majd a kocsmában ezt támogatni fogja, hogy elismerjenek engem az emberek, úgyhogy ez volt az első egy ilyen viccesnek tűnő támogatás, de tényleg könnyű volt elfogadni magam, úgyhogy nem volt ilyen probléma, úgy éreztem. Bár sokan mondták, hogy nagyon bogorva vagyok,
vagy hát nem sokat mosolyogok, de ez alkati kérdés volt, tehát nem azért, hogy most bármi baj lett volna. A kezdetekkor, a kezdet-kezdetén gondolta-e, hogy végleg itt ragad, végleg itt marad? Mi vonzotta, hogy végül is itt Balatonszárszón töltötte az élete nagy részét? Hát igazából az igazság, hogy célom volt, hogy nem akartam jönni menni. Tehát nem, én egy olyan ember vagyok, aki valahol, ha jól érzi magam, akkor ott szívesen van, tehát nem egy ilyen róti-foti. Hosszú idő telt el azóta, hogy házi orvosként itt szolgál Balatonszászon, azóta felnőtt egy, de lehet, hogy már két generáció is, és nagyon sok családot ismert meg. Ez mennyiben jelentett, vagy jelent jelenleg is könnyebbséget a gyógyító munkájában? Három generáció tagjai fordultak meg rendelőmben, sőt van egy olyan család, aki a negyedik generációnak a tagjának az érkezését várjuk, és az anyukát most teljes gondozásban hozzánk jár. Tehát lehet, hogy a negyedik generációt is, ha megérem, akkor meg fogom ismerni, mert napokban várható, hogy megérkezik a kisbaba. Most kanyarodjunk egy kicsit vissza a kezdetekhez. Ugye beszéltünk arról, hogy Szegeden végezte az Orvostudományi Egyetemet, de hol volt a kisgyerekkori iskolái, hol teltek az általános iskolája, a gimnáziuma? Hát én akkor gyerek vagyok, apám vizsgázott fogász volt, előtte fogtechnikusként dolgozott, kisiparosként, magán vaszekként. 1970-ben lett vizsgázott fogász. Anyám varrónő volt, és háztartásbeliként otthon vigyázott, hát meg a csoránk, meg a testvérem, meg végezte a dótori teendőket. A középiskolában és Makói gimnáziumban jártam, Szoboszlai Imre gimnáziumban. Talán oda, ahova József Attila is járt még annak idején. Igen, a József Attila gimnáziumban. 1974-ben érettségiztem. És aztán Szegedre kerültem a Szotérre, ahol végeztem. Ha említette, hogy az édesapja fogorvos volt, akkor volt egy ilyen családi indítatás? Vagy már kisgyerekként orvos szeretett volna lenni? Igazából szerintem DASZ-ból, mert egyik, én jogász akartam lenni, megmondom őszintén, és a szülői támogatás, vagy a szülői indítatás az meg orvosira próbált irányítani. Aztán én a négyes tanuló voltam, mert elég kevés időt fordítottam akkoriban a tanulmányokra középiskolásként, és négyes tanuló voltam, négyes ötös a gimnáziumban, és egy harmadévben egy osztályfőnök órán a Gógró tanárról, aki tiszták és becsülök, és őnek köszönhetek, és idejöttem, megkérdezte az osztályt, hogy ki akar orvosira menni, és akkor ott köztük volt egy lány, akinek én udvaron szerettem volna, és akkor ő felállt, gyerekkor ismerősen volt, kiskora óta ismertem, és én is felálltam akkor, hogy hát majd én is megyek, és ott az osztály előtt a tanárról kifejezett, hogy hát Pista reked, és aztán semmi esélyed nincs, és hát biztos, hogy ne ilyen maraságot ne csinálj oda, mennyiben nem vesztek föl. És akkor én DAK-kel határoztam, hogy na azért is megmutatom, és aztán hát az osztályokban akkor négy embert felvettek, köztük engem is elsőre, úgyhogy ez volt az indítatás. A főorvos úr egyetemi oktató is, beszéljünk egy kicsit erről a munkájáról is. Mindig vonzott ez a dolog, hogy részt vegyek a fiatal orvostanhallgató képzésébe, mivel itt kis, tehát ez egyetemeken zajlik, egyetemi városokban zajlik az egyetemi tanulóknak, a diákoknak a képzése, de vannak ilyen kihelyezett gyakorlatok, amire pont azért küldik a diákokat, a hallgatókat az egyetemek, hogy lássák közvetlenül, hogy milyen az egy kis faluba, kisebb vagy kisebb vagy a faluba a betegek helyzete, hogyan tudják az orvosok ezt ellátni a tevékenységet, ahol nincsen olyan közel a mentőállomás, és tényleg csak egy szárkondeszkópra csökken a lehetőségünk, amit használunk. És aztán így jelentkeztem, elfogadták, és hát előző dolgaimat áttekintve felvettek az oktató orvosok közé, és hát így kerültem a érdekes módon a budapesti Sóter-Szemmel Vesztudományi Orvostudományi Egyetem tanulmányi körzeti orvosi tanszékének az egyik oktatója, így lettem. És jelenleg is egyetemi oktatóként is dolgozik? Már nem, mert most már nem újította meg az akreditációmat ebben az évben, mivel nyugdíjba szándékozok benni, tehát most már befejeztem. 2017-ben megkapta a címzetes főorvosi címet.
Mi kell ahhoz, hogy ezt az elismerést megkapja, hogy ezt a címet használhassa? Szerencsé, hogy megérjük, mert az élettől függ ez a cím megszerzése. Tehát a pályán eltöltött x év után kaphatják meg a doktorok, és ez szerencsés kell, hogy ezt az ember ne üssen az autó meg hát, hogy egészségügyileg megérje ezt az életkort, és ezt a munkába eltöltött időt tudja teljesíteni. Most beszéltünk ugye leginkább az orvosi gyógyító munkájáról, most egy kicsit a családról is bemutatná a főorvos úr a családját. Mozai családban élek, első feleségem gyógyszerész, akivel még diákori szerelem volt, 78-ban esküdtünk, 20 pár évet leéltünk egymással, végül is barátságban, de ezt két irányban mentek az útjaink. Három gyerekünk van, ebből kettő az első házasságból származik, a harmadik az pedig fogadott kis lány, meg az én gyerekem fogadott gyerekek a mostani feleségemnek, tehát hogy így mondjam. Most hát nem akarok mondani, mert nem, hogy nem most a gyerekek, két kezeljük őket, sosem úgy kezeltük. A két gyerekem, aki az édes gyerekem, a Kata a legnagyobb angol nyelvtanár, meg tolmács, meg ilyen végzettsége van, de jelenleg mostan írással kezdett foglalkozni. Első kötetét most jelentettük meg a KFT gondozásában, a Sémet KFT gondozásában. És de hát úgy tűnik, hogy nagy sikere van könyvvásáron, és a könyvesetek sorozatban hát szépen kapott visszajelzéseket a műről. Egy kis mesekönyv, a mese pedagógiával kapcsolatos dolgokat tartalmaz, ami jól hasznosíthatnak a kis fiatal gyerekek szülei a gyermekekkel való kapcsolattartásban. A fiam közgazdász András itt járt iskolába is, óvodába is ide járt, sok ismerőse van. Dunaharasztiban élnek mind a ketten családjaikkal. Katának három gyermeke van, az Andisnak egy van, a Katának a legidősebb a Luca, van meg két kisfiú, az Andisnak van egy 7 hónapos kisfia, és a Szandrának, aki a fogadott lányom, ő neki meg egy 11 hónapos kislánya. Úgyhogy akkor ezt, ha jól számolom, akkor ez 4 vagy 5 unoka. 5 unoka, igen. 4 saját és egy fogadott unoka. Tehát végül is ezt úgy kezeljük, hogy 5 unokával. Egy kicsit beszéljünk a jövőbeni terveiről, hogyha majd már végleg nyugdíjba vonul, akkor mivel fogja tölteni a sok-sok szabad idejét? Hát ez a fő problémám, hogy most én is ezt kérdezem magamtól sokszor, de visszatérve azért van, mivel eltölteni, vagy lesz remélhetőleg. Még egy-két évet, mint tizenmarról számít, szeretnék hozzá dolgozni, de azt is hosszabb távon már nem tervezem. Olvasok. Hobbi? Hobbim az nem hiszem, hogy tudom csinálni, mert az már egy fiatalabb embert kíván. A képzőművészetnek szeretek benne részt venni, a képzőművészet kiállítások szervezésében, és ilyen jellegű tevékenységet folytattunk itt 2001-ben. Akkori lakóhelyben, hát korábbi lakóhelyben úgy mondanám, inkább Makon hoztunk létre egy galériát, Veszőke tanár úr barátom segítségével is részt vett ebbe, és hát az segítségével is ott egy ilyen kis galériát hoztunk létre, amit egy két évig üzemeltettük, működtettem. És hát ott rendeztünk egy pár kiállítást, ahol hát jól éreztem magam én is, mint kiállítás szervező, galériás ebben a szerepkörben. Úgyhogy talán majd ez irányban, még hogyha lesz lehetőségem, akkor lehet, hogy ilyen dolgot is szeretnék még csinálni, de ez csak a jövő kérdése, és ez kicsi az esély. Inkább majd én elmegyek én is kiállításokra, és ott fogok nézkelődni. Meg hát itt vannak az unokák, természetesen, gondolom velük is majd több időt szeretne tölteni, mert azért messze laknak. Igen, de hát azért ott az autó is akkor majd lassan majd visznek, de minden egyet vezetek, de hát azért még most jó vagy a vezetés, úgyhogy nincs ebben a probléma.
Nagyon szépen köszönöm, főorvos úr, hogy eljött ide hozzánk. Kívánok a további terveihez, a jövőhöz sok sikert, és mindenek előtt jó egészséget. Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök.